Tisztelettel köszöntöm a kedves nézőket, önök az Arénát, a Szombathely Televízió heti rendszerességi jelentkező sportmagazinját látják. Mai műsorunknak a gerincét a kosárlabda adja majd. Többek között szó lesz a Falkó KC Szombathely szerepléséről, valamint a Szombathelyi Egyetemi Ese csapatainak jelenlegi helyzetéről, szerepléséről. Náluk a bajnokság még nem ért véget, ugyanakkor az élvonalban a Falkó számára viszont befejeződtek a küzdelmek. Ennek ellenére a nyereményünk a mai napon a Falkóhoz kötődő, ugyanis a Sárga-Fekete Klub ajánlott fel egy szurkolói sálat, amit gyorsan meg is mutatnék. Aki szeretné ezt megnyerni, annak nincsen más teendője, mint az, hogy megtiszteljen bennünket az SMS-ével a már jól ismert számra, azaz a 0620-2020-800-asra várjuk véleményüket, kérdéseiket. És akkor gyorsan nézzük azt, hogy még mi lesz a mai étlapon. Többek között beszámolunk majd természetesen a Szombathelyi Svitelszki Haladás labdarúgó csapatának hétvégi bajnoki mérkőzéséről. Aztán beszámolunk arról, hogy a Haladás VSE IJS szakosztálya világbajnokot és Európa bajnokot is igazolt. Végezetül pedig egy összefoglalót láthatnak majd a Sport legyen a tiéd szlogenű akcióról, melyet ezúttal második alkalommal rendeztek meg, és az Aréna Szaváriában több mint 1000 gyermek jött össze. Én azt hiszem, hogy színes, változatos programmal várjuk majd önöket, és akkor kezdjük labdarúgással. A Haladás csapata a hétvégén a Ferencvárossal csapott össze Sopronban. Az NB1-es labdarúgó bajnokság 33. utolsó fordulójában a tabella 5. helyén álló Szombathelyi Svitelszki Haladás a már bajnok Ferencvárost fogadta több mint 4000 néző előtt Sopronban. A találkozó igazából csak a vasiaknak volt fontos, ugyanis egy esetleges győzelemmel kijuthattak volna a nemzetközi porondra. Ennek megfelelően rögtön a derbi elején nekiestek Mésző Géza tanítványai a fővárosiaknak, és már az első percben meg is szerezhették volna a vezetést, ám Bosnyák centerezését követően Németh rosszul találta el a labdát. A folytatásban viszont átvette az irányítást a Fradi. Varga a 15. percben még kihagyta az Itzert, ám az első fél óra végén már a Hali kapujában táncolt a labda. A ferencvárosi szélső beadásába Kovács olyan szerencsétlenül lépett bele, hogy róla pattant a Laszti a hálóba. Nem sokkal később Kisján növelte előnyét az FTC, de Radó beadásszerű lövését a keresztléc hárította. A Haladás az 54. percben állt legközelebb az egyenlítéshez, de a gólhelyzetben kilépő németet Dibusz szabálytalanul akadályozta meg a gólszerzésben. Andó Szabó játékvezető sípja azonban néma maradt. A Fradi a végjátékban kétszer is eldönthette volna a három bajnoki pont sorsát, de előbb Nagy Dominik, majd pedig Sesták lövését hatástalanította a nagy formában védő király. Ettől függetlenül a Ferencváros 1-0 arányban megnyerte a mérkőzést, így a Haladás az 5. helyen zárta a 2015-2016-os pontvadászatot. Ezzel a Vasi Zöldfehér klub fennállása egyik legjobb szezonját futotta. Nézzünk az utolsó mondatra, szeretném felhívni szíves figyelmüket. A Haladás a története fennállás egyik legjobb szezonját teljesítette azzal, hogy az 5. helyen végzett, és én azt hiszem, hogy ezt méltóképpen kell nekünk is megünnepelnünk. A közeljövőben a klub több játékosa, vezetője, vezetőedzője is itt vendégeskedik majd nálunk, és elbeszélgetünk róluk velük arról, hogy hogyan is sikerült végül egy kieső jelölt csapatból, ugye, mert az előző szezonban a csapat kis hiány kipottyant az élvonalból, egy dobogóra esélyes együttest összehozni. Tehát egy csupa pozitív dolog az, ami a Haladásnál történt. Ugyanakkor a Falkónál sajnos ez nem mondható el, elvégre a csapat nem tudta kiharcolni a playoffba kerülést, azaz a rájátszásba jutást. Többek között erről is beszélgetünk a mai napon vendégünkkel, mégpedig Kálmán László vezetőedzővel. Szia, jó estét kívánok! Szia, Zoli! Laci, ha én azt mondom, hogy hát ez a szezon a várakozások alatt sikerült, akkor én a saját véleményemet fogalmazom meg, és azt hiszem, hogy a szurkolókét is. Te hogyan nézel ezt a szezont, hogyan tudod értékelni? Igen, ha a végéből indulok ki, akkor én is azt mondom, hogy a vége az eléggé gyatrára sikeredett. Ugyanúgy, mint tavaly, nagyon jól kezdtük a bajnokságot, bár akkor is voltak problémáink, mint ahogy idén is, de idén is 6-1-el álltunk, és azt hiszem vezettük a tabellát is. Igaz, hogy a hazai mérkőzéseink voltak inkább túlnyomva többségben, de a hazai pályán is egy megalkuvást nem tűrően játszottunk, csapatként, motiváltan. A fiataljaink jól szálltak be, azt gondolom, hogy igazi vezérek voltak. És utána a következő évben, 16-ban, még itthon a körmendet megvertük, de utána kikaptunk Kecskeméten egy olyan mérkőzésen, ahol vezettünk 16 ponttal. Utána nyertünk itthon azért, de idegenben már voltak olyan jelek, hogy sajnos a csapat nem tudja átlépni az árnyékát, és
hiába vezet, vagy hiába játszik jól az utolsó pillanatokban, mindig valahogy elveszíti a mérkőzést. Ez lehet, hogy rutintalanságnak köszönhető, de azért azt látni kell, hogy a irányító poszton azért voltak problémáink, rengeteg sérülésünk volt, itt gondolok nem csak az első számú irányítóinkra, hanem a második számon is a Simon Kristófra, aki megsérült és 3 hónapig nem állt szinte a csapat rendelkezésére, és kényszerből a Várad Benedeknek kellett irányítót játszani, ami tudjuk, hogy nem ez az ő posztja. És ami még szerintem probléma volt, hogy sok mérkőzésünk volt, és a sorozatterhelés azt gondolom a végére lehetett látni a középszakaszban, az utolsó 8 mérkőzésen magyar játékosaink közül talán csak a Lekli Józsinak volt 2-3 olyan mérkőzése, ami elfogadható, de ő tudjuk őt kiegészítő embernek igazoltuk, és azt még azért látni kell, hogy távozott a legjobb játékosunk, Per Zoltán, aki a magyar magunknak a legjobb játékosa volt, és azt gondolom Magyarországon is egy kiemelkedő tehetségű játékos, és pont ez a futó-rohanó játék, amit ő képviselt, az hiányzott a csapatunkból. Sajnos mindig úgy játszottunk, hogy fel kellett állnunk, majdnem mindig 5-et ellen kellett támadni, és nem volt ritmusa olyan a játéknak, amilyet én szerettem volna látni. Próbálkoztunk irányító poszton többel is, akik már beváltak, gondolok itt a Rakicsra, de a Rakics olyan rossz állapotban volt és súlyos aszmabetegséggel küzdött, amit próbáltunk eszközölni, de az orvos mondta, hogy legalább még egy hónap még olyan állapotba kerül, amivel tud nekünk segíteni. Nem volt egy hónapunk, próbáltuk a Tomaszt hozni, aki azt gondolom az első 2 mérkőzésen igazolta is azt, hogy miért őt igazoltuk le, de aztán a Pécs ellen sajnos az első percben kapott egy olyan hátsó elzárást, ami nem volt felkészülve, és idegbecsipődés, gerincsérve kiújult, és utána már abszolút nem tudott úgy játszani, és tudom azt, hogy a legfontosabb poszt az irányító poszt egy csapat életében, úgyhogy nekünk ezzel kellett megküzdenünk. Persze gondolhatok el itt a Kovács Bencére, hogy nagyon jó szállt be egy-két mérkőzésen, de az látjuk, hogy ő még nem a kiforrott játékosokat képviseli, de mondom, ővék a jövő, és látod, hogy rengeteget fejlődött, úgyhogy van benne perspektíva, megadtam neki a lehetőséget, de mondom, több kellett volna ahhoz, hogy be tudjunk jutni a legjobb 8-ba. De lényegében ugye itt az irányító posztja a kulcs pozíció, viszont ennek a csapatnak vezére lehetett volna más, és mondjuk vagy még hátvéd vagy center, de ennek a csapatnak legalábbis kívülről úgy tűnt, vezére sem volt. Én is így látom, hogy a döntő szituációkban nem volt olyan játékos, aki jó döntés hozott volna. Felvállaltak döntést a játékosok, de sajnos nagyon sokszor rossz döntést. Rengetegszer volt olyan, hogy azt kértük, hogy Bonzban az ellenfél törjenek be, ne 3-as dobjuk. Az utolsó mérkőzéseken szerintem nem volt 20%-os a 3-pontos dobásunk, nem csak a hazai pályán, hanem idegenben is, de mondom, szörnyű volt, hogy hazai pályán 14-11%-kal dobtuk a 3-pontost. Ilyen dobó százalékkal azt gondolom, hogy senki ellen nem lehet nyerni. És mondom, ez volt a bosszantó, hogy kértük, hogy ne ezt erőltessük, amiből nincs ritmusunk, de hiába. Úgyhogy mondom, ez eredményezte ezt, hogy lényegében bukás lett az utolsó 5 mérkőzésen. Végülis a csapat bajnoki szereplését talán 3 részre lehetne osztani szerintem. Az eleje azért nagyon jó volt. Ugye akkor utána történt valami törés, amikor került egy hullám völgybe a csapat. Abból azért nagy nehezen kimásztunk, és a végén még reális esély volt a 8 közé jutásra is. És az utolsó 5 meccs az megint csak egy olyan mély gödör lett, ami szinte számomra teljesen érthetetlen. Tehát addig a hazai meccseket magabiztosan hoztuk, megvertük itt az Albát, óriási bravúrt bemutatva, megvertük a Sopront, megvertük a Körmendet, és a végén az utolsó 5 meccsen oda-vissza szinte mindenhol kikaptunk. Az első szakaszra visszatérve, amikor kikaptunk Egerszegen közel 30 ponttal, és utána volt a kupadöntő, akkor még mindig türelmes volt a klub, megvártuk, hogy a kupadöntőn mire megyünk, mondjuk egy Pécssel. És azt a tanástalanságot, azt a, hogy mondjam, nem is azt, hogy be voltak tojva a játékosaink, de valahogy milyen szinten igen, hogy nem tudtak egy jó döntést hozni, és látszott az, hogy most nem tudom, a média hatására, vagy a fenyegetés hatására, azt hozzá kell tenni, azért többször lehet beszélgetve a játékosokkal, hogy ez kevés lesz, és hát ezek szerint nem olyan versenyzők, vagy nyerőtípusú játékosok, akik ezt fel tudják dolgozni, és azt gondolom, azért kellett meglépni ezt, hogy lecserjük ezeket a játékosokat. Lehet, hogy valamelyik maradhatott volna, gondolok itt a Csomagicsra, de mivel 4 milliót kell volna fizetni, így a klub ezt nem tudta megeszkírozni most. Azért azt hozzá kell tenni, hogy a klubunk nem duskáz anyagiakban, aki mást állít, az hazudik, én tudom. Tudom azt, hogy a Gyuri mit végez minden nap a klub érdekében, milyen nehéz teremteni a pénzt, és tudomásul kell venni, hogy nem volt 4 millió forintunk arra, hogy megtartjuk az 5. légióst is.
Viszont az új játékosok azt gondolom, hogy jó szálltak be a mérkőzésbe, és lehetett látni, hogy a magyar játékosok is sokkal jobban vevők erre a stílusra, amit ők képviselnek. Viszont azt gondolom, az első öt mérkőzésen nem is volt probléma, válható vereségeink voltak Szolnokon, Kaposváron, mitől megvertük az Albakompot, a Mavszot, a Pécset, viszont a Szeged egyedi mérkőzés volt egy olyan kulcs momentum, hogy ami nem tudtuk, hogy mi történhetett. Persze nem volt itt a Szegedben, aztán két játékos, lehet, hogy egy kicsit lebecsültük őket, és azt gondoltuk, hogy az Albakompot megvertük, akkor a Szeged is sikerülni fog, de hát ez nem így van a kosárlabdában, hogyha rossz ritmusba kezded, és nem úgy állsz egy mérkőzéshez, ahogy kell, akkor bárkitől ki tudsz kapni. És a középszakaszban pedig az volt a probléma, hogy a kecskeméti meccs volt itt is szerintem a sorsdöntő, hogy ott is utolsó percig vagy másfél percig nekünk állt a zászló, és akkor két olyan hárompontos kaptunk, ami utolsó másodperces volt, tényleg kivédekeztük, oda pattant a játékoshoz, eldobta, és az is bement. Valamilyen szinten szerencsénk sem volt egész évben, de mondom, a védekezésünk és a támadásunk is hagyott kívánni valóban mögött. Ez az utolsó mérkőzéseken szereplő légiós kontingens, szerintem azért ez nem volt rossz. Tehát egy Burgess, egy Relford, egy Thomas, egy Wright, ez jelentős játékerőt képvisel, viszont nem akarok veled még véletlenül sem kötekedni, de ugye a légiós kontingens összeállítása az az edző feladata, az edző felel érte. Tehát az, hogy az elején olyan légiósokat sikerült válogatni, akik végülis nem váltak be, hát ez úgymond a te sarad. Tehát lényegében itt... Ebben természetesen egyetértek. Ezek az játékosokat én hoztam ide. Az egy más kérdés, hogy most mondom, itt a legfontosabb a Thomas, hogy nem tudott játszani. És lényegében mondom, az irányító határozza meg, hogy a csapat hogy játszik. Lehet, hogy biztosan hangzik, de azt gondolom, hogy ha én tudtam volna 10 percet játszani, akkor a csapat simán bejut a 8-ba. Most is sarkizom. Van realitása. De tényleg valami szinten szegény, néztem, hogy edzett, vagy hogy nem edzett, vagy láttam a mérkőzés, hogy milyen fájdalmai vannak, de mégis akart játszani, de tudomásul kell venni, hogy ez olyan sérülés volt, amivel körülbelül mondom 25-30%-kal tud játszani, nem tud ütközni, nem tud egy normális paszt adni, nem tud védekezni. Szóval a derék az nagyon fontos a kosárlabdában. De természetesen mondom, ez az én felelősségem, bíztam ezekbe a játékosokba, sajnos nem jött össze. Azt gondolom, a magyar játékosaink is az elején nagyon jó teljesítményt nyújtottak, sajnos a középszakaszban nem volt a játékos, akivel elégedett lehetnék. Most gondolok itt a fiatalokra, nem a Leklin kívül. Mondom, talán a Kovács Bencének volt egy olyan mérkőzés a Kecskemételen, amikor jól szállt be. Lehet, hogy még többet kell volna játszatnom őket, de mivel eredménykényszer van, és a légiósok azért vannak itt, hogy mutassanak valamit és teljesítsenek, ezért ők kaptak több szerepet, de mondom, itt a Hódi Patrikra gondolva, ő azt gondolom, hogy rengeteget fejlődött a tavalyi önmagához képest. Megbízhatóan jól játszott, mondom, a többiek is, a Benedek is, a Mognár Kristóf is. Jó teljesítmény nyújtott, sajnos a középszakaszban ők egy kicsit gyengében teljesítettek. Mondom, ez is volt a problémánk, hogy minden magyar csapatban, akik előttünk vannak, gondolok itt a Kaposvára vagy a Pécsre, most egy Heinenrohrra, egy Fodor Marcira, akik rutinosak és lényben ellenünk, ők döntötték el a mérkőzést. Vagy gondolok itt egy Hortira, aki a Pécs utolsó mérkőzésen lényben, mikor ciki volt, az utolsó két percben ő rá játszottak és nagyon döntéseket hozott. És mondom, nekünk nem volt ilyen játékosunk, aki egy kicsit rutinosabb lett volna, de mondom, ez az annak is köszönhető, hogy fejbe egy kicsit mondom elfáradtunk. Én azt gondolom, hogy sorozatos kudarcok voltak, és nem tudtuk átlépni a saját árnyékunkat. Nem lehetséges az, hogy túlvállalta magát egy kicsit a klub. Tehát ezzel a kerettel, ami jelen pillanatban volt a szezon elején, nem kellett volna neki menni egy három frontos harcnak, ugye kupa, bajnokság és nemzetközi kupa. Mintha egy kicsit sok lett volna ez. Így van, sok is volt, de azt gondoltuk, hogy a szombathelyi szurkolók megérdemlik, hogy lássanak nemzetközi mérkőzéseket. Azt gondolom, nagyon jó csapatok ellen játszottunk, győzelmeket is szereztünk, megmutattuk magunk Európába. Lehet, hogy ez nagy áldozat volt, vagy tényleg nem kellett volna, mert azok a csapatok, akik nem játszottak kupát, sokkal pihentebbek voltak, gondolok itt az Etére, és ezért tudtak ellenünk akár brillózni, mert azért tényleg játszottunk, utaztunk, és sok kemény mérkőzésünk volt. De így visszagondolva nem csinálnék semmit másképp. Én ezt az utat gondoltam, hogy ez jó lesz a csapatnak, mondom, vállalom érte a felelősséget, de mondom, nem csinálnék semmit sem másképp. Ha már az Etét említetted, egy érdekes szituáció az, amit ők csináltak. Ugye hoztak három légióst, három minőségi légióst, amihez akkor, amikor a végén már látták azt, hogy igen, hogy ebből biztos, hogy felsőház lesz és rájátszás lesz, akkor hoztak ugye egy negyediket. Nem lett volna mi szempontunkból is esetleg jobb, hogyha nem mennyiséget hozunk, hanem mondjuk minőséget?
lehet, hogy jobb lett volna, de a kupában mindenképp kellett embert hoznunk. Most gondoljunk bele, hogy elment a Perzoli, elment a Viltomi. Most ha lehet, hogy a Viltomi nálunk van, és csak azokat a három pontosokat, amire beszokottál a mérkőzésen, kettőt bedob, és nem 14, meg 9%-ot dobjuk hazai pályán a három pontosokat, már szerintem 8-ba vagyunk. Szóval ezt is kell nézni, hogy elment két magyar játékosunk, mindenképp kellett hoznunk öt légióst a kupába, hogyha akarunk indulni, mert csak fiatal, rutintalan játékosaink voltak. Lényegében ezért kellett mennyiséget hoznunk a minőség helyett. Ugye itt van még ugye a dobos, aki megint csak egy érdekes szituációt teremtett azzal, hogy nagyon-nagyon számítottatok rá, arra, hogy ő majd ott a rotációban 10-15 perceket tud játszani, ehelyett hát lényegében perceket sem éget tudott. Hát így van, ő is egy sérülés hátrát adta. Azt gondolom, a felkészülési mérkőzéseken jól dolgozott, tudtuk használni, de hát kiugrott folyamatosan a térdre, és nem lehetett terhelni. Úgyhogy azt gondolom, hogy róla ennyit sajnos nem tudott segíteni a csapatnak. Na, most van egy pár percünk a beszélgetésben, akkor most foglalkozunk veled. Már csak azért is, mert ha jól tudom, a szerződésed az május 31-ig érvényes. Igen. Mi van most, és mi lesz 31-ig? Én azt gondolom, hogy mi azt vállaltuk, hogy a 8-ba jutunk, gondolok itt az edzői stábomra, mert sajnos nem sikerült, több oka van ennek, lehetne elemezni napokat, hogy mi vezetett idáig, hogy idáig jutottunk. Nem szeretnék ezzel foglalkozni, azt gondolom, hogy azt a feladatot, vagy azt a célt, amit szerettünk és kitűztünk a csapatnak, nem értük el. Azt gondolom, hogy nincs miről beszélni, nem hinném, hogy a Falkónak kellene még nekem mesét adni egyelőre. Úgyhogy én úgy látom, hogy változás kell a kispadon. Tudomásul veszem, hogy nem kerültünk a 8-ba, és változás kell, és változás lesz. Csalódott vagy nagyon? Amiatt vagyok csalódott, hogy sok olyan dolog történt, gondolok itt az irányítókra, vagy gondolok itt, hogy például a klubnak azt is meg kell nézni, hogy honnan repteti ide a játékost, mi mennyibe kerül. Ez is egy érdekes szituáció, egyszer majd elmesélem, hogy mire gondolok, ha már nem leszek úgy a Falkónál, vagy nem. A Falkóra nem akarok rosszat mondani soha. Lényegében a Falkóra vagy csak jót akarok mondani. Ha vannak rossz dolgok is, az nem tartozik a nyilvánosságra, vagy úgy nem tartozik a nyilvánosságra, vagy ez a klubnak a belső ügye. Én tudom azt, hogy az emberek mit tesznek ezért a klubért. Annak is örülni kell, hogy ez a Falkó egyáltalán életbe tud maradni. Én tudom azt, hogy az önkormányzat erőn felül teljesít. Azok az emberek, akik a klubnál dolgoznak, gondolok itt a Gyurira, vagy azokra a politikusokra, akik éppen hatalmon vannak, és fontos neki a kosárlabda, hogy mit meg nem tesznek azért, hogy legyen Szombathely minőségi kosárlabda, és hogy neveljük az utánpótláskorú gyerekeket. Lehet, hogy ez most még nem látszik, de én azt gondolom, hogyha 4-5 év múlva majd valamikor együtt beszélgetünk, Zoli, vagy újra beszélgetünk, és ezek a játékosok már tényleg rutinosabbak lesznek, rengeteg mérkőzés lesz mögöttük, akkor lehet, hogy egy pozitívabb jövőt vázol az egész. Ennek vannak árai, most ez volt az ára, hogy a klub nem került be a legjobb 8-ba, de én ezt nem érem meg csalódásként, ha hiszed, ha nem. Én tudom azt, hogy ez a kárda körülbelül erre képes, sőt. És bízom abban, hogy a Falkó jövőre egy sokkal jobb szezon tud majd maga mögött, és visszatérnek a szurkolók a látóra, de azt gondolom, hogy a szurkolónk nem az a dolga, hogy megmondja, hogy ki mit csináljon a pályán, vagy az edző mit csináljon. Én is voltam szurkoló, de soha nem bántottam egy játékos sem. Pedig én körmendem szurkoltam, és soha nem mondtam egy játékosra sem, hogy te most szar vagy, vagy nem vagy szar. Azt gondolom, hogy mindenkinek biztos vagyok abban, hogy minden játékos megpróbált azért megtenni mindent, hogy a legjobbat hozza ki a klub érdekében, mert magából is. Ez most így sikerült. Azt gondolom, mindenkinek el kell gondolkodni, játékosnak, edzőknek, vezetőknek, hogy lehet, hogy egy-két játékos túl volt dimenzionálva, többet képzeltünk bele, mint amiben van. Ez is lehet, hogy ebben is hibáztunk, de mondom, mindenkiről a legjobbat feltételeztük, most is azt feltételezzük, úgyhogy bízom abban, hogy egy szebb jövő előnéz majd a csapat. Én gyorsan összefoglalom, amit mondtál. Igen. Tehát a lényeg az, hogy nem Kálmán László lesz a következő szezonban a Falkó vezető edzője. Így van, én ezt gondolom, hogy nem én leszek a Falkó vezető. Viszont én téged nem úgy ismerlek, és azért nem egy-két napja ismerjük egymást, hogy abba hagysz egy dolgot úgy, hogy mondjuk a szurkolók emlékeiben úgy éljél, csúnyát mondok, mint egy bukott edző. Tehát én azért benned mindig is láttam annyi lelki erőt, hogy az ilyen problémákon túlteszed magadat, és megmutatod azt, hogy igenis tudsz produkálni. Visszatérve erre az edző kérdésre,
Mikor abba hagytam itt a kosárlabdát a Falkonál, és elmentem Pápára játszani, nem én akartam edző lenni, ezt tegyük hozzá. Az egy más kérdés, hogy mindig szerettem volna majd edzősködni. De azt vegyük tudomásul a szurkolók is, hogy én nem voltam senki mellett másodedző. Én az U18B-t vagy 16B-t edzettem, akik tegyük hozzá nem egy acélos gárda volt, de én élveztem velük a munkát, láttam, hogy mennyit fejlődnek, de nem volt semmi edzői tapasztalatom. Az, hogy most én játszottam, azt gondolom, hogy sok mindent láttam a kosárlabdából, lehet, hogy furán fog hangzani, de azt gondolom, sokkal felkészültebb edző vagyok, mint egy évvel előtte voltam, vagy az előtt voltam. Sokkal több mindent tudok a kosárlabdáról, sokkal máshogy látom a dolgokat. Lehet, hogy ez egy ilyen tanulási folyamat volt, hogy nekem most ezt kellett megérnem, hogy most nem sikerült a Falkóval a nyolcba jutni, de látom azt, hogy látom én is a hibáimat. De mondom, nem én könyörögtem azért, hogy edző legyek a Falkonál, nem én akartam minden áron abba hagyni a játékot, ezt is látni kell. Az élet így hozta, én próbáltam segíteni, de én mondom, én nem kuncsologtam, hogy most igenis Kálmán László legyen a Falkónak az edzője. Mert én meg vagyok a reflektorfény nélkül is, meg vagyok edzőség nélkül is, persze a szívem csücske a Falkó marad örökké, és nem is szeretnék egyelőre máshoz edzősködni a közeljövőben. Saját magad mentél el abba az irányba, amelyikben én szerettelek volna terelgetni. Akkor egy konkrét kérdés a végére, hogyha mondjuk felkérnének arra, hogy legyél Szrecsko Szekulovics mellett, csak mondok egy nevet, mondjuk segédedző, másodedző, nevezhetjük akár, hogy lennél? A Szrecsko az egy más dolog, vele olyan kapcsolatom van, ami tényleg több, mint játékos és edző, és lényegében az a csibész mentalitás benne is megvolt játékosként is, edzőként is, amivel ő sikeres volt. Én azt gondolom, hogy játékosként voltam sikeres a csibészséggel, ő pedig edzőként volt sikeres. Ez egy más felállás jelentene, de mondom, ebben nem szeretnék így belemenni, vele szívesen dolgoznék együtt, ez természetes. Na tehát akkor nem mondaná azt, hogy soha nem lesz ismét a Falkó edzője, mondja. Így van, Zoli, ha erre gondolsz, akkor lehet, hogy tényleg nem soha. Így van, így van. Én mindesetre azt kívánom, hogy bármivel foglalkozol, találd meg a számításodat, és legyél még tényleg a Falkó edzője mellett közelebb is. Köszönöm. És köszönöm szépen, hogy bejöttél. Kedves nézőink, mi pedig akkor folytassuk íjászattal, már csak azért is, mert a műsorunk elején is említettem, hogy bizony Európa-bajnok, világbajnok érkezett a Halász VS-e íjász szakosztályához. Komoly terveket dédelgetnek a Haladás VSS sportíjász szakosztályánál. Az elképzelések szerint meg akarják duplázni a jelenlegi taglétszámokat. Ennek érdekében olyan sportolókat igazoltak, akik jóval népszerűbbé tudják tenni a sportágat Szombathelyen is. Ebből a létszám az most 41 és 45 fő között van. Ebben vannak tiszteletbeli tagok, pártoló tagok, de azt mondom, hogy 2016-os évre a versenyzői létszám az felerősödött. Van most ugye Molnár József személyében, illetve Molnárné Tóth Szilvia személyében ugye világbajnok, Európa-bajnokunk, illetve ugye Sárváról sikerült leigazolnunk Tomsics Balázsot, ő első szinten terep válogatott, illetve ugye Seres Armand szintén a 3D kerettag válogatottja, úgyhogy maga a versenysport azt mondom, hogy felerősödött. Amire most fókuszálunk, az, hogy ez a 40-45 fő, ez egy éven belül eléri akár a 80 főt, és nem feltétlen csak gyerekek, hanem felnőttek egyaránt is. Amiért fontos, ugye ezért ez ugyanúgy egy kortalan sport, tehát bármikor el lehet kezdeni, és bármikor sikereket lehet elérni, akár 50 vagy 60 éves korban is. És nagyon sok olyan íjász van, aki előző fiatal korában ugye sportoló volt, és hiányzik neki a versenyzés, de mondjuk kiöregedett mondjuk a karatéból, vagy a futballból, vagy bármelyik sportból. Viszont ugye itt még ugye tud versenyezni, újra át tudja élni azokat a dolgokat, amiket ugye fiatal korában is átélt. Az íjászatnak ugye több ága van, nagyon lényeges az, hogy nálatok itt a Haladásnál melyik ágat művelitek? A 3D, illetve a terep szakágat. A pályai íjászat ugye, ami olimpiai szám is, a többi az ugye csak világkupa része. Az azért nehéz, mert nincs kiépített infrastruktúra ahhoz, hogy 90 métert tudjak lőni, vagy tudjak lövetni ugye a tanítványokkal. A pálya ugye diákolimpián, tehát a gyerekeket tudom vinni diákolimpiára, országos junior bajnokságokra, de sajnos kiépített pályák nincsenek ahhoz, hogy olimpiai íjászatra tudjak felkészíteni gyerekeket, vagy felnőtteket. Ahogy említetted, nagyon megerősödött a szakosztály, nagyon jó versenyzőket igazoltatok. Ennek tudatában mit vársz majd a következő versenyszezontól? Milyen eredményekkel lennél elégedett? Én azt mondom, hogy a 2015-ből elkezdtük újra gondolni a szakosztályt, elérkeztünk egy olyan ponthoz, hogy
tehát újítanunk kellett. Azt mondom, hogy az újítás, az edzésreformok, illetve az újdonsult versenyzőknek a leigazolása teljesen bevált, és jól működik. Mit várok? Igazából a 2017-es évre fókuszálunk, tehát a 2016-os versenyszezon az egy ilyen felkészülési szezon. Ugye az élsportolók, akiket leigazoltunk, ők ugye mennek VB-re, ami ugye Sopronban lesz, vagy Európa-bajnokság Szlovéniába. Ők ugye jobb eredményt is várunk tőlük, de az új sportolók, az utánpótlás inkább a beintegrálódás az íjászatba, és a sport ez a cél. És csak 2017, illetve 2018-ban szeretnénk ugye tömegesen több eredményt elérni. Molnár József és felesége Tóth Szilvia Körmenden élnek. Itt számukra nagyon sok előnye van annak, hogy egy budapesti egyesületből a haladáshoz igazoltak. Többek között az utánpótlás neveléssel is jóval hatékonyabban tudnak majd foglalkozni Szombathelyen. Előtte a Szeleven Ijász Egyesületben voltam Pesten, és ott az utánpótlással igazából a távolság miatt nem annyira tudtunk foglalkozni. Így hát a haladás megkeresésére igazából hát kapóra jött. Tehát itt közelségünkben tudunk az utánpótlással hát hatékonyabban foglalkozni. A Molnár házaspár természetesen nem csak edzősködni szeretne a haladásnál, hanem saját sportpályafutásokat is folytatni akarják. Kifejezetten komoly célokat tűztek ki maguk elé. Szeretnénk továbbra is eredményesen versenyezni. Az idei évben szeretnénk részt venni a GP sorozaton. A GP sorozattal, ha sikerül kvalifikálódnunk, akkor Szlovéniában lesz egy Európa-bajnokság. Emellett még augusztusban Sopronban lesz egy világbajnokság. Mindkét versenyre szeretnénk kvalifikálódni, szeretnénk részt venni, és szeretnénk minél eredményesebben szerepelni. Tudjuk azt, hogy itt a klubnál nagyon sok fiatal van, akik bizonyára példaképeket látnak önökben. Mennyi munka kellett ahhoz, hogy ilyen szintre eljussanak, mint ahol most jelen pillanatban önök állnak? Hát ez már több éves munka eredménye, és napi szinten edzünk, gyakorlunk, tehát napi szinten nagyon, hát sok munka van mögötte. Világbajnoki címek jelzik az eddigi tevékenységüket. Gondolom akkor minimálisan ez a cél, hogy ezt a szintet megtartsák, vagy ennek a klubnak köszönhetően akár még előrelépésre is van lehetőség? Hát szeretnénk továbbra is ezt a szintet tartani, sőt, még ha lehet, akkor magasabb szintre lépni. Végezetül pedig megfordultak már az országban szinte gondolom mindenhol, ahol lehet versenyezni íjászatban. Milyen a magyar íjászsport, mert én még emlékszem arra az időszakra, amikor olimpikon is volt ebben a versenyben, ebben a sportágban. Igen, ugye a 3D szakág az nem olimpiai sportág, ugye, de ennek ellenére ugye rendeznek nemzetközi versenyeket, Európa-bajnokságokat, világbajnokságokat. Nagyon sikeres, nagyon népszerű. A Haladás VSS sportiás szakosztálya legközelebb május 28-án Szombaton tart nyílt napot a volt Szent György iskolában, melyre főként a gyerekeket várják. A tervek szerint játékos versenyekkel, érdekességekkel szórakoztatják majd a sportág iránt érdeklődő fiatalokat. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy a felnőttek ne próbálhatnák ki a sportágat. Nézőink, közel negyed óra van még a műsorunkból, ezért mindenkit arra biztatok, hogy írjanak SMS-t. Én azt hiszem, hogy a Kálmán Lacival lezajlott beszélgetésről is lehet akár véleményük, vagy akár kérdésük azzal kapcsolatban, de a haladás szereplése is szerintem megér egy misét, tehát a díj pedig nem más, mint egy Falkó szurkolói sál. A 0620-2020-800-as számra várjuk üzeneteiket. És akkor a folytatásban is, ahogy ígértem, kosárlabda, már csak azért is, mert zajlik az élet a Szombathelyi Egyetemi Ese házatáján is, ahonnét Kéri Péter vezetőedzőt, valamint Gábor Máté kosárlabdázót köszöntöm. Sziasztok, jó estét kívánok! Kálmán Lacival a beszélgetést a kosárlabdáról bizony eléggé rossz hangulatban fejeztük be, azt hiszem inkább így, eléggé lende optimistán, úgyhogy elég vegyes volt szerintem az egész történet, viszont nálatok egyértelműen egy optimista hangulat van, nagyon-nagyon derülátok vagytok, gondolom már csak azért is, mert két fronton harcoltok, és mind a két fronton határozottan jól álltok. Mi ez a két front? Így van, ugye az idei évben a MEFOB mellett, tehát az egyetemi főiskolai bajnokság mellett szóval bevállalta az MB2-es indulást is, és hát valóban mind a két fronton a legjobb négybe jutottunk. A MEFO-ban ez azt jelenti, hogy az országos négyes döntőn veszünk részt jövő héten, vasárnaptól keddig. Az MB2-ben ott pedig jelen pillanatban a nyugati csoport legjobb négy csapata között vagyunk. Szerdán utazunk Kaposvárra. Két győzelemig tartó párharc jelen pillanatban 1-1-re áll. Tehát, hogyha ott győzünk, akkor a nyugati csoport
döntőjébe jutunk, ami egyben azt is jelenti, hogy biztos, hogy az országos keresztjátékban részt veszünk. Attól függően, hogy a Dombóvár lesz az első, vagy mi erősebb vagy gyengébb csapatot fogunk kapni a keresztjátékban. A MEFOB egy picit azért, hogy szólták ezt, meleg volt a pite, nem? Ugye idegenben Nyíregyházán kikaptunk 9-el, és utána jött a visszavágó, amit ugye 11 ponttal nyertetek meg, de hát az nem egy olyan egyértelmű történet, mert ha triplát kapunk mondjuk a végén, akkor ők örülhetnek, de végül is nekünk sikerült. Minek köszönhető az, hogy a csapat ismét ott van, ahol az utóbbi időben lenni szokott, az a legjobb 4 között? Hát így van, szerencsére sikerült bejutni. Szerintem Nyíregyházán problémát jelentett, hogy hosszú volt az utazás, az azért rátérhetett, hogy sokat kivett a játékosokból, nehezen tudtunk belelendülni. Végén 9 pont lett a különbség, de bizakodva tértünk haza, hogy az még itthon meg lehet bőven, nem kell nekünk utazni, ők jönnek sok utazás után. És végül be is igazodott ez. Itt is végig fejfej mellett haladtak a csapatok, és szerencsére el tudtunk lépni. Hát így van, a végén volt egy utolsó másodpercben elengedett kosár a Nyíregyházán, amiből hála Isten nem született ugye kosár, így 11 ponttal mi jutottunk tovább. Sokat segített szerintem még itthon a hazai szurkolók. Ott Nyíregyházán nem volt olyan jó hangulat, itthon viszont kijött az egyeteme, tanulók buzdítottak minket, szurkoltak, szerintem ők is bele tudtak minket hajszolni a győzelembe. Most viszont ugye nem Szombathelyen rendező, mert ha jól tudom, akkor két esély volt, tehát vagy Debrecen, vagy Szombathely, ezért úgy döntöttek akkor a rendezők, a szervezők, hogy Debrecennek adják a rendezési jogot, ott pedig majd a debreceni csapat mellett a TF és az Eger vár a szombathelyi csapatra. Mit vársz majd ott a négyes döntőben? Hát nagyon kemény négyes döntő. Mi vagyunk a címvédők, ugye? Így van, mi vagyunk a címvédők. Ugye kétszer volt ideig Debrecenben, egyszer Szombathelyen. Egy nagyon jó, nagyon összeszedett pályázati anyagot adtunk, és bizakodóan vártuk a döntést. Végül Debrecenre esett a választás, így harmadszor utazhatunk Debrecenbe. Igazándiból úgy gondolom, hogy megjósolni sem nagyon lehet az, hogy mi lesz a végeredmény. Talán azt el lehet mondani, ismerve a játékosokat és látva a csapatoknak az eddigi teljesítményét, hogy a MEFOB-nak a 4 döntője közül szerintem talán a legerősebb döntő lesz, tehát előre úgy gondolom, hogy megtippelhetetlen az, hogy ki lesz az első, vagy egyáltalán, hogy ki hányadik helyen végez. Gyakorlatilag a játékos állomány, az alapszakaszbeli eredmények alapján mindegyik csapat mindegyiket meg tudja verni. Pillanatnyi forma, a formaidőzítés, mentális tényezők fognak dönteni. Természetesen címvédőként csak is úgy mehetünk oda, hogy minden mérkőzésünket meg akarjuk nyerni. És itt ezt külön kihangsúlyoznám, hogy nagyon fontos, hogy ne azzal a mentalitással érkezzünk, hogy mi bajnokok akarunk lenni, hanem szépen lépésről lépésre, minden mérkőzésen megtéve az alap dolgokat, mind védekezésben, mind támadásban. Ha ezt meg tudjuk csinálni, akkor van esélyünk arra, hogy bármelyik csapattal felvegyük a versenyt és megverjük őket. Ha jól tudom, Máté, akkor te a hétvégén ugye az U20-szal voltál érdekelt Székesfehérváron, ott egy ezüstérmet szereztetek, utána mentek a MEFOB 4-es döntőjére, közben majd egy MB2-es elődöntő a nyugati csoportban. Hogy lehet ezt bírni, mert ennyi fronton helyt állni és minőségi játékot produkálni nem lehet könnyű történet. Hát igen, ez az év most nekünk erről szólt. Van jó pár, talán 4-5 olyan játékos, aki ebben a szezonban mind a 3 bajnokságban szerepelt. Fú, nem is tudom, talán most már közel a 70 mérkőzéshez járunk, így páran. Hát igen, kemény volt. Volt egy ilyen héten, szerintem 3-4 meccsünk is volt, abból volt, hogy 2-3 idegenbe, egyik nap utaztunk Nyíregyházára, másnap Kecskemétre, szóval tényleg nagyon sűrűk voltak a program, a mérkőzések. Hát kemény volt, de szerintem megfelelő pihenéssel próbáltuk azért, kaptunk szüneteket, edzések is voltak könnyített, volt amikor csak egy kis joga volt, vagy egy kis erősítős program. Szóval próbáltak az edzők is úgy összeállítani a programot, hogy azért végig tudjuk bírni. Egyébként a debreceni döntőre milyen csapatot utaztok majd, Péter? Mert hogyha jól tudom, régebben beszélgettünk arról, tehát hogy Bazsó Bruno is ugye az egyetemen tanul, de Kovács Bence például szintén az egyetemen tanul. Kik azok a játékosok, akiket mondjuk a Falko első csapatából el tudsz magaddal vinni majd a Hajdúság fővárosába? Hát sajnos az egyetemi bajnokságnak a sajátos szabályzata miatt már a bajnokság elején el kellett dönteni, hogy ki az az egy alcsoportos játékos, akinek játékengedélyt kérünk. Brunóra esett a választás, ugye azok a hallgatóink, akik profi szerződéssel rendelkeznek, azok eleve kiestek a lehetőségek közül.
és így végül is a Bruno az, aki az egész bajnokság során folyamatosan ott volt és segített minket, amikor ez nem ütközött esetleg ugye az alcsoportos meccsekkel. Tehát komplett csapattal utazunk, a tavalyi csapatból ugye Karagic Milán, most már Pesten a tehetséges fiatalok NB1-es csapatát erősíti, visszajátszóként ő is utazik velünk, tehát jelen pillanatban mindenki fit, mindenki egészséges, reméljük, hogy ez ebben a hétben már nem fog megváltozni, úgyhogy szerencsére azt mondtam, hogy teljes erőbedobással tudjuk felvenni a versenyt. Milán szereplése ezért gondolom mindenképpen pozitív, mert azért magas emberek poszton azért mindig jó, hogyha a rotációs lehetőséged van. Így van, hát ugye Milánnak nagyon nehézkesen és sérülésekkel tarkítottan indult a szezon, ugye Pápán kezdte az NB1-be, és az NB1-ben a szezont akkor már ugye nyárról a Zalaegerszegen volt próbajátékon, onnan már sérüléssel jött vissza, és ez a sérülés ez kiújult neki többször is, aztán ugye Pápáról váltott Pestre, de úgy gondolom most már a Nyíregyháza ellen a hazai mérkőzésen itt volt és játszott, tehát most már abban a formában van a Milán is, amiben tavaly a bajnoki döntőben szerepelt, úgyhogy mindenképpen erősítés jelent, és hát valóban magas poszton kell is a jó játékos, mert azért az egyetem, többnyire sportszakosok vannak, tehát itt nem jellemzőek a 2 méter feletti játékosok, mert azzal meg ugye maga a szak teljesítése ütközik néha nehézségekbe. Beszélgessünk egy picit Székesfehérvárról, már csak azért is, hogy ugye, mert ez tegnap ért véget az a torna, második helyet szereztétek meg, a döntőben azzal a Pécsen játszottatok, amelyet több NB1-es, stabil NB1-es játékos erősített. Örültették a végén a második helyenek, annak tudatában, hogy volt mínusz 18 pont is a meccsen, onnan visszajöttetek 3-ra, és a végén, ha jól emlékszem, 6-tal kaptatok talán ki. Ennek tudatában milyen szájízzel jöttetek le a pályáról? Hát szerintem a mérkőzés után azért lehetett látni mindenki, hogy csalódott. Igaz, hogy második negyedben ott sikerült 13-mal, szerintem 13 volt fél időre közte, az még tudott nőni 18-ra. Utána mindenki szerintem nálunk jobban akartuk, vissza tudtunk kapaszkodni, de szerintem sokat kivett belőlünk. Hát igen, a lefújás után azért szerintem mindenki csalódott volt egy kicsit, keserű szájízzel jöttünk le. De végén megbeszéltük, hogy hát nagyon büszkék lehetünk erre is, amit elértünk ebbe az évbe. Ezért dolgoztunk, így sikerült, szerintem mindenki megtette a maximumot, és mindenki kihozta magából a legtöbbet. Akkor a harmadik versenyszituáció, ugye az az MB2, itt ugye a négy közé nagyon-nagyon simán bejutottatok, a Sopront oda-vissza alaposan elkalapáltátok, viszont itt van az aktuális ellenfél, ugye ezek a Tigrisek, hogyha minden igaz. Velük hogyan boldogulunk, majd sikerül-e őket megszelidíteni? Igen, hát ugye Tigris-Tigris hátán, a Soproni Tigriseket azokat alaposan sikerült megszelidíteni. Úgy gondolom, hogy mind a hazai, mind az idegenbeli mérkőzésen a szezon egyik legjobb játékát produkálta a csapat. Nagyon összeszedettek voltunk, sajnos a kaposvári Tigriseknél az első mérkőzésre különböző okok miatt nagyon foghiasan tudtunk utazni, gyakorlatilag 8 játékossal voltunk ott, és így is úgy gondolom, hogy benne volt a mérkőzésben az esetleges győzelem. A hazai meccs az mondhatom, hogy simán sikerült, és nagyon jó meccset játszottunk. Azt hiszem, hogy ha mindenki teszi a dolgát, és védekezésünk stabil lesz, rendben lesz, akkor idegenben sem okozhat gondot ez a csapat. De hát a labda kerek. A Bayern Münchennél beszélgetnek ugye arról, hogy 3 aranyérmet szeretnének, bajnokságban, kupában és a BL-ben. Mit szeretnétek ti, Máté? Egy ezüstérmed már van, még 2 éremre van lehetőség. Mivel lennél a végén elégedett? Hát most hétvégén Debrecenben mindenképpen szerintem érmet szeretnénk szerezni. Szerintem erre reális esélyeink is vannak, nem feltartott kézzel megyünk oda, legjobb eredményt szeretnénk elérni. MB2-ben, hát ott még egy hosszú út áll előttünk, ugye most eldől majd a tovább jutás szerdán, utána még akkor a döntőbe jutottunk, még 2 győztes meccsi megy a párharc, utána jön a keresztjáték. Hát próbálunk minél tovább eljutni, szerintem az a keményebb, ezt az MB2 főleg. Úgyhogy már találkozunk erősebb ellenfelekkel. De akár a 3-re is összejött, nem? Nagyon remélem, hogy összejöhet. Illetve hát nem titkolt célunk az a szó esélynél, tehát erről már vezetőséggel is beszéltünk, hogy amennyiben a csapat úgy teljesít és a lehetőség adott, akkor akár a jövő évben el tudunk gondolkodni, azon is egy osztályon feljebb szerepeljünk. De hát ez még tényleg jó néhány mérkőzés után dőlhet el.
Hát egyelőre teljesítsünk idén jól, aztán majd meglátjuk, hogy milyen szövőre, hát akkor hajrá Szövese, mind a két fronton lehetőleg jól szerepeljetek, és köszönöm szépen, hogy befogadtatok a stúdióba. Kedves nézőink, azt szokták mondani, hogy jó társaságban gyorsan megy az idő, most annyira elrepült a műsoridőnk, hogy ezt a bizonyos a sport legyen a tiéd szlogenű akcióról készült összeállításunkat, ezt áttesszük majd csütörtökre. Csütörtökön a Szombathely Ma című műsorunkban láthatják tehát majd azt az összeállítást. Most már az arénából csak annyi van hát, hogy gyorsan megejtsük a sorsást, megnézzük azt, hogy kinyeri a Falkó szurkolói sáját. Most megnézzük az SMS-ek közül. A 20-333-36-30 as számról SMS-ező kedves nézőnk meg gratulálunk, tehát a sár az övé. Én kollégáim nevében is köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket itt a Szombathelyi Televízióban. Hamarosan a híradó ismétlése következik majd. Tartsanak továbbra is velünk, viszontlátásra!